A koronavírus járvány miatt bevezetett az idősek számára fenntartott 2 órás védett vásárlási idősáv újra gondolását javasolja a kereskedelmi dolgozók független szakszervezete december 11-e után. A koronavírus járvány miatt bevezetett az idősek számára fenntartott 2 órás védett vásárlási idősáv újra gondolását javasolja a kereskedelmi dolgozók független szakszervezete december 11-e után. Mivel arra számítanak, hogy az ünnep előtti rohamban több feszültséget szül majd a mindennapos korlátozás. Azt javasolják, vegye fontolul az operatív törzs, hogy fenntartja december 11-e után is az időseknek nyitott időszakot, mivel láthatóan bővül az ünnepek előtti látogatottság a boltokban, miközben a 65 év felettiek nem csupán ebben a napszakban járnak vásárolni. Mostanában érkeznek a havi fizetések. Megkezdik az emberek az alapanyagok, ajándékok beszerzését. Amennyiben továbbra is a teljes nyitvatartási idő alatt vásárolnak a 65 év felettiek, úgy érdemes lehet átgondolni, maradjon-e az idősáv a mostani formájában, mert abban a 2 órában jóval több feszült helyzet adódhat, amiért nem tudnak menetrend szerint vásárolni az emberek. Decemberben délelőttönként is erősebb az átlagnál a forgalom, és szerepet játszik az is, hogy a szokásosnál sokkal hamarabb zárnak be a boltok, nem lenne jó, ha a generációk között újabb vitákat szülne a korlátozás. Eddig elérte célját a kizárólagosság, ám ha visszaengednénk minden vásárlót, és inkább a kötelező védőtávolság elve szerint az összlétszám és az üzletméret alapján szabályoznák a látogatásokat, jobban oszlana el a napi tömeg. Az eredeti nyitvatartás visszaállítása is opció lehet arra, hogy időben széthúzzák a vásárlókat, csökkentve a tömeges napszakok zsúfoltságát. Várják a részletes szabályozást, mert a korábbiakhoz képest jelentős újdonság az érintett munkakörben, hogy immár igazoltathatják a vásárlót a bolti alkalmazottak, illetve a biztonsági őrök akkor, ha az időseknek előírt idősávban érkező nem lehetne ránézésre eldönteni, hogy megfelele a korosztályos besorolásnak.